Sziasztok, a nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A világ minden tájáról keresek bűneseteket, ezeket feldolgozom, és osztom meg veletek. Hogyha érdekelnek hasonló tartalmak, és még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és válogass a videóim közül. Ma egy híres, hírhet anyagyilkosság ügyét fogom nektek bemutatni, ami az 1950-es és 70-es éveket öleli fel. Ez bemutatja a gyilkosság előzményeit, a meggyilkolt anya tulajdonságát, és azt is, hogy mi vezetett ahhoz a döntéshez, hogy egy fiú megölje az édesanyját. Ez az eset nem más, mint a Barbara Bakeland sztori. November 17-én Barbara Daly Bakelandet halálra kísérték fényűző londoni lakásában. 52 éves volt. A hátborzongató gyilkosság egy érzelmi hullámvasút erőszakos befejezése volt. Barbara közvetlenül a meggyilkolása előtt egy barátjával Londonban volt, és éppen arról dicsekedett, hogy milyen csodálatos, vidám élete van, amelyet fiával Anthonyval él. Anthony, mostantól Tony, magas, sovány, 25 éves volt, és Barbara és Brooks Bakeland a Bakelit örökösének egyetlen gyermeke. Órákkal azután, hogy Barbara hazajött, a saját fia ölte meg a konyhában. Ez az erőszakos támadás egy viharos, mérgező és harcias anya-fia kapcsolatnak vetett véget. Amikor a rendőrök megérkeztek és megtalálták Barbarát a hátán fekve, holtan, akkor úgy tűnt, hogy Tony nem értette, hogy mit tett, annyira nem, hogy közben telefonon kínait rendelt elvitelre. Ez az eset annyira elbűvölte a főcímeket, hogy bár ugyanabban az évben, amikor Hollandiában elfogadták a kanabiszról szóló törvényt, amikor az Atari számítógépes cég elindította a videójátékok első generációját, amikor rengeteg vita kerekedett a vietnámi háború kapcsán, akkor is ez az anyagyilkosság szerepelt a főcímeken. Nem tudták megállni, hogy ne egy gazdag, gyönyörű amerikai társasági ember meggyilkolásáról írjanak, aki az egyik leggazdagabb és leghatalmasabb dinasztiához kötődik. A gyilkosság után részletek derültek ki Barbara és Tony sötét és nyugtalanító kapcsolatáról. Néhány barát leírta a vitát, a feszültséget köztük. Ezeknek a szélsőséges konfliktusoknak az volt az oka, hogy Barbara bátorította, erőltette Tonyt, hogy prostituáltakkal feküdjön le, mivel kiderült, hogy Tony homoszexuális. És miután ezek a próbálkozások sem segítettek, Barbara saját maga létesített szexuális kapcsolatot Tonyval, hogy megpróbálja kikezelni őt a homoszexualitásból, és megpróbálja egy kicsit irányítani. Nagyon félt, hogy elveszti egyetlen egy fiát. Az egyre erősödő viták hamarosan fizikaivá váltak. Tony többször is megütötte az anyját, volt, hogy folytogatta, volt olyan eset is, hogy kocsik elé lőtte az anyját. Ez mind a feszültségnek és az elfojtott haragnak lett az eredménye. Na de térjünk vissza a kezdetekhez. Most az anya életéről lesz szó. 1921. szeptember 28-án Barbara Bakeland, Barbara Daly néven üdvözölte a világot egy hétköznapi amerikai családban. Cambridge-ben, Massachusetts-ben nőtt föl, és úgy tűnt, hogy jól beállított felső-középosztálybeli életre van számva. Minden rendben ment egészen addig, amíg be nem töltötte a 11. életévét. 1933-ban minden a valaha volt legrosszabb módon változott meg. A fiatal Barbara szörnyű módon vesztette el az apját, Franket. A tőzsdei összeomlás után Frank azzal vetett véget saját életének, hogy szénmonoxiddal töltötte fel az autóját. Barbara, aki még nem is volt tinédzser, már is óriási traumán esett át. Sajnos ez a szívszorító történet az egész életére kihatott. Frank Daly mentális egészségügyi problémákkal küzdött, de sajnos nem ő volt az egyetlen instabil a családban. Barbara és az anyja is mentálisan sérült volt. Barbara végül egy csomó drága terapeutát fogadott, hogy megpróbáljanak rajta segíteni. Különféle pszichiáterekhez járt, de sajnos senki sem tudott neki megfelelő kezelést adni. Korai tragédiája ellenére Barbara élete jobb lett. Néhány évvel édesapja elvesztése után New Yorkba költözött, és Barbara szinte egyik napra a másikra a város szóbeszédévé vált. Az emberek nem tudta betelni, nagy sötét szemeivel, sűrű fényes hajával.
New York 10 legszebb lánya között tartották számon, és korának egyik legjobb modellje volt. A Harper's Bazaar-tól a Vogue-ig mindegyikbe szerepelt, de sajnos gyorsan bombázóból botránykeltővé vált. Barbara nem csak gyönyörű volt, hanem rendkívül ambiciózus is. Kislánykora óta tudta, hogy jó életet akar, nagyvárosokkal, vakációkkal, bulikkal és sok készpénzzel. És tudta, hogy megvan hozzá a külső. Amikor Barbara alig volt felnőtt, nagy figyelmet kapott a gazdag, befolyásos férfiak körében. A fiatal nőt bemutatták a jóképű Brooks Baklandnek, a kanadai királyi légierő pilótagyakornokának, aki a műanyag feltalálójának, Leo Baklandnek volt az unokája. Tehát rengeteg pénzzel járt ez a kapcsolat. Így Barbara mindent megkapott, amire vágyott ezzel az ismerettséggel. Pénzt, hatalmat, elismerést, presztízst, mindent. Ezért a nő annyira szerette volna, annyira kétségbe esetten vágyott arra, hogy a férfi feleségül vegye őt, hogy még egy terhességet is hamisított, hogy egy esküvőbe taszítsa a férfit. A terve bevált, de ugye hamar kiderült, hogy ez a terhesség, ez hamis volt. Eleinte a pár pezsgő életet élt, Barbarának mindene megvolt, amire csak vágyhatott, szórakoztatták a hírességeket, olyan emberek hívták őket meg partikra, mint Greta Garbo vagy Tennessee Williams, de a házasság egyre jobban kezdett tönkre menni. Barbara a gyönyörű arccal minden bizonnyal segített neki felmászni a társadalmi ranglétrán, de a csinos arc nem minden. Az emberek hamar rájöttek, hogy Barbarának van egy nagyon csúnya oldala is. Valójában a párhoz legközelebb álló emberek közül sokan abban reménykedtek, hogy ennek a párnak soha nem lesz gyereke, bár a barátok félelme 1946-ban valóra vált. Barbara babát várt, ezúttal tényleg. A szülők abszolút nem álltak készen erre a felelősségre, és nem is jöhetett volna rosszabbkor ez a baba. Brooks és Barbara mindeketten depressziósak voltak, csalták egymást, és nem meglepő, de a gyerek nem oldotta meg a problémáikat. Anthony, azaz Tony, 1947. augusztusában született, egyetlen közös gyermek volt. Körülbelül 10 éves volt, amikor a szülei elhatározták, hogy bejárják a világot, és ezzel háttal megoldják a párkapcsolati problémáikat, viszont minden ott romlott el még jobban. Barbara nem egyszer megpróbált öngyilkos lenni. Amikor Tony kisfiú volt, a legfiatalabb Baklandi örökös nyugtalanító jeleket mutatott. Tony szívesen vizsgált és boncolgatott rovarokat és más kisállatokat. A helyzetet rontotta az, hogy apja bátorította a pszichopata viselkedését, és dicsérte a fiú úgymond tudományos tehetségét is. Tagadhatatlan, hogy Barbara Bakeland önelégült volt, de biztos, hogy észrevette, hogy nincs minden rendben a fiával, és segítségre lenne szüksége. De nemhogy nem vitte pszichiáterhez, hanem még bátorította is a fiát, egyre jobban szerette őt, és azt hitte, hogy a fia egy zseni. Sőt, még a náluk rendezett társasági vacsorákon is büszkén mutogatta a fia rajzait. És szeretnétek kitalálni, mit rajzolt? Tudjátok, csak a szokásos. Halott emberek, véres testrészek. 1967-ben Barbara és Brooks Svájcban élt, és a 20 éves Tony intim kapcsolatba kezdett egy biszexuális ausztrál férfival, miközben Marokkóban tartózkodott. Ez annyira feldühítette az édesanyját, hogy szó szerint autóval hajtott Spanyolországon át Marokkóba, azért, hogy hazahozza a fiát. Barbara nagyon-nagyon maga alatt volt, soha nem szerette a fiának a szexuális partnereit, viszont egy alkalommal teljesen el volt ragadtatva a fia választásától, hiszen elkezdett rendezvúzni egy Szilvi nevű lányjal. Barbara mindent megtett, hogy megpróbálja meggyógyítani a fiát, örült ennek az új kapcsolatnak, a fiának és a barátnőjének. Brooks viszont belefáradt a felesége érzelmi problémáiba, és egy Szilvi nevű lánya kezdett el lefeküdni. És igen, ez ugyanaz a Szilvi. Brooks kapcsolatot kezdett fia barátnőjével. Amikor megtudta az ügyet, Barbara ismét öngyilkosságot kísérelt meg, ezt követően Brooks feleségül vette Szilvit, és született egy gyerekük. Ahogy Brooks-szal kötött házassága felbomlott, Barbara kapcsolata a fiával zavaróan riasztóvá vált. Bár felnőtt volt, Tony problémái egyre jobban súlyosbodtak, hajlamos volt erőszakos kitörésekre és agresszióra is. A nő szemében a fiú kiszámíthatatlan viselkedése, hátborzongató alkotásai, gonosz humora, ez mind csak a zsenialitásnak az egyik jele,
Ettől még csak jobban szerette őt, Brooks viszont biztos volt benne, hogy Tony gonosz, de soha nem próbált meg segíteni rajta, ehelyett fogta és elhagyta őt. Barbara és Tony elutasította a Brooks új családját, akik Amerikában éltek. Barbara depressziója fokozódott, Tonynak nem volt kedve látnia az apját, a fiú erőszakossága erősödött, viszont azt meg kell jegyezni, hogy vitatható a szexuális kapcsolat az anya-fia között. A közeli barátok azt állítják, hogy Barbara szerette sokkolni az embereket felháborító beismerésekkel, amelyet valószínűleg a fantázia és a kóros figyelemfelkeltés táplált. Tony elismerte, hogy Barbara meggyilkolásának éjszakáján vitatkoztak egy barátjukon, akit Tony meghívott, de az anya nem akarta látni. A vita nagyon gyorsan erőszakossá vált, Tony ütni kezdte az anyját, mielőtt az beszaladt volna a konyhába. Tony követte őt, késragadott és habozás nélkül megszúrta. Annak ellenére, hogy bevallotta anyja kiméletlen meggyilkolását, úgy tűnt, hogy Tony nem fogta fel bűnössége súlyát, mintha nem lett volna realitás érzéke. Még a Brixton-i börtönben tartott őrizetben is megkérdezte, hogy az anyja jól van-e, meg hogy életben van-e még. Tony védőügyvédje a legendás John Mortimer volt, akinek az volt a célja, hogy ügyfelét visszaadják az Egyesült Államoknak kezelésre. Tonyt azonban bűnösnek találták emberölésben, és a Broadmoor-i, az Egyesült Királyságban lévő egyik legmagasabb biztonsági színvonalú kórházába szállították, ahol a gazdagok és híresek ugyanúgy meglátogatták őt, mivel édesanyja a Bakeland dinasztia tagja volt. Tony nagymamája volt az egyetlen, aki együttérzően nézett Tonyra. Nagyon nagy családi szövetségeseket szerzett, ilyen például Ugo Moni Kautz, a híres bankcsaládhoz kötődik. Ő segített elindítani a kampányt, hogy Tony visszakerüljön az Egyesült Államokba. A nagymama, azaz Nini, megszerette az unokáját, és úgy gondolta, hogy normális boldog életet élhet az ő segítségével és felügyeletével. Brooks viszont ellenezte a lépést, és úgy vélte, hogy fiát elsőfokú gyilkosságban kellett volna elítélni. Azt is gondolt, hogy a pszichiáterek azok mind csak időpocsékolás, és nem tudnak segíteni a fiam. Azt mondta, hogy a fia egyszerűen gonosz, és folyamatosan beteges ajándékokat küldött mostoha testvérének, amelyeket Broadmoorban készített. Azonban 1980-ban a pénz, a hatalom és a Kautz bankkal, az amerikai nagykövetséggel és a washingtoni kapcsolatoknak köszönhetően végül sikerült Tonyt szabadon bocsátani azzal a feltétellel, hogy New Yorkban él majd a 87 éves nagymamája Nini gondozásában. Ez a döntés felgyőzítette Tony apját, Brooks-t, aki azt hitte, hogy Tony újra képes ölni. Ugye többször is próbálta megállítani a fia szabadulását, sajnos Brooks aggodalmai jogosak voltak, Tony kiszámíthatatlan és furcsa viselkedése csak fokozódott, amire a nagyanyja nem volt felkészülve. Néhány nappal azután, ha New Yorkba érkezett és beköltözött a nagyanyja lakásába, Tony bizarr viselkedése hűvössé vált. Sátáni kifejezéseket mondott az anyja hamvaira, és Tonynak egyedül Nini, a nagymama próbált segíteni, és a családi pszichiáter. Persze egyik se tudott eredményt felmutatni, nem sokat segítettek az ügyön. A mentális zavar csak fokozódott, és Nini bármennyire szerette volna a legjobbat látni unokájában, de nem tudott megküzdeni ezzel a betegséggel és ezzel az erőszakossággal. Mindössze 6 nap telt el azóta, hogy elhagyta a Broadmoor-i börtönt, de Tony már is heves vitába keveredett Ninivel, egy telefonhívás miatt, amelyet Angliába akart intézni. Nini nem engedte meg, és amikor megtagadta ezt az engedélyt, feldühítette Tonyt, nagyon zaklatott volt, és Tony perceken belül elvesztette az önuralmát, és összesen 8-szor szúrta meg a nagyanyját. A késelés után azt mondta, hogy ezzel csak szívességet tett Ninének, mivel ez egy kedves dolog volt tőle. A vallomás során bevallotta, hogy le akar feküdni a 87 éves nagymamájával. Viszont csodával határos módon Nini életben maradt. Idős nagymamája meggyilkolási kísérlete után egyetlen gazdag vagy befolyásos ember sem állt Tony mellett. Senki sem akarta megvédeni a szabadsághoz való jogát, ezután a hidegvérű büntény után, és ezért életfogytiglani börtönbe zárták a Rikers Islanden. Ez New York fő börtöne, ahol a családi pénze révén számos szexuális partnerhez, védelmezőhöz, de lehetséges ellenségekhez is jutott Tony. A Rikers Islandi
pszichiátriai csoport 8 hónapig tartó vizsgálata után arra számított, hogy óvadék ellenében szabadrába helyezik az 1981. március 20-ai bírósági tárgyaláson. Az ügyet azonban a bíró elhalasztotta az orvosi vizsgálat átadásának késedelmei miatt. Tony beletörődött, hogy az életét a börtönben fogja leélni, de ez az időszak nem lett olyan hosszú, mint ahogy Tony gondolta. A bírósági tárgyalás napján, tehát 1981. március 20-án a férfi visszatért a cellájába, és később holtan találták, egy műanyag zacskóval szorosan a fejére tekerve. Az irónia, hogy a végső célt ugyanaz az anyag hozta meg, amely évtizedekkel korábban a családot gazdagította. A műanyag zacskóval való folytás az öngyilkosság gyakori módja a börtönökben. Azt azonban nem igazolták, hogy Tony Bakeland brutális halála öngyilkosság vagy gyilkosság volt-e. Számomra elég érdekes és egyben hátborzongató is volt ez a történet, de nem csak szerintem, hiszen ebből az esetből is filmet készítettek, méghozzá az anya szerepében Julianne Moore látható. Ha bármi észrevételetek, hozzászólásotok vagy kérdésetek van, azt a kommentben írjátok meg. Ha érdekesnek találtátok a videót, akkor nyomj egy lájkot. Hogyha hasonló témák érdekelnek, és ez a videó is megfogott, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, hogyha még nem tetted meg. A következő videóban is remélem velem tartotok, addig is sziasztok!